A zsűrinek két tagozatban összesen 13 pályamunkát kellett értékelnie. A Kari TDK fő célja az, hogy a hallgatóknak minél több lehetőségük legyen szerepelni, ezzel is készülve az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Emellett azt is elősegítették a mostani rendezvénnyel, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akiknek a munkája csak tavaszra érik be, korábban ugyanis csak ősszel tartottak hasonló programot. Minden ilyen tudományos diákköri konferencián azért a dolgozatok vegyesek, vannak, akik most kezdik el és most próbálgatják a szárnyaikat. Nyilván őnekik lehetőségük lesz arra, hogy majd az őszi intézményi tudományos diákköri konferencián ezt fejlesztve be tudják mutatni még egyszer. Ugyanakkor voltak nagyon kiváló dolgozatok, amelyek már most készek arra, hogy a helyt álljanak az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A bemutatott dolgozatok nagyon sokrétűek voltak és változatos területeket érintettek. Volt szó turizmusról, városfejlesztésről, de akadt olyan téma is, amely kifejezetten a hallgatók elhelyezkedési lehetőségeivel foglalkozott. Az egyik első helyezett, Magda Petra, például a Veszprémi belváros közlekedését elemezte. Hotel, a Brusznyai Árpádot, illetve a Budapestot és a Mártirok útja csomópont. Elvileg volt egy ilyen ötlet, hogy ezt átalakítják körforgalommal, és ezt szimuláltam le igazándiból egy programban, hogy ez hogyan is néz neki, illetve milyen előnyökkel és hátrányokkal járna. Milyen előnyökkel és hátrányokkal járna? Hát az előnyei egész pontosan az, hogy sokkal alacsonyabb lenne a széndioxid kibocsátás, illetve a károsanyag kibocsátás. Kevesebb autó állna sorba, kevesebb autó várakozna, de azt pontosan nem szimuláltam le, hogy gyalogosokat hogyan lehetne megoldani, hogy ők is át tudjanak jutni a csomóponton. Plenáris előadást tartott dr. Kiskáról Miklós, aki a gazdaságtudományi kar egyik oktatójaként a hálózatkutatás közgazdaságtani szerepéről beszélt az érdeklődőknek. Az Invest TDK-n dr. Kosztyán Zsolt felsőoktatási jelentkezéseket vizsgáló dolgozatot mutatott be, míg dr. Gyurács Németh Petra a szállodák innovációs szokásairól beszélt előadásában. A zsűri szerepét ezúttal a hallgatók vették át. A Kari TDK-n összesen 10 dolgozat ért el helyezést, és többségüket javasolták továbbjutásra az országos megmérettetésre.